Északben benne még szigetköziek egyébként tetszetes van, a Tánilóban is evezőről a kezébe születünk, és bizony, hogy ez a szigetköziséggel sikerül megfertőzni a hallgatókat is. A szigetközés Győr vízpartjai olyan páratlan környezet, ami egyre jobban vonza a vízi és horgász turistákat. Ezt mondta köszöntőjében a megyei közgyűlés alelnöke. Dr. Pető Péter több olyan már előkészített és remélhetőleg támogatott fejlesztési programról is beszámolt, melyek még több kirándulót hozhatnak a régióba. Egyfajta arculat és marketing tevékenységnek indulnia kell. Ugyanakkor a tájrehabilitáció után el kell indítani az aktív turizmusra összefüggő fejlesztéseket is, hiszen ez a táj ihletett arra, hogy a ma rendkívül népszerűvé vált aktív turisztikai lehetőségeket bővítse. Ennek több oka is van, részben Győrnek a közelsége, részben két repülőtérnek a közelsége, a nemzetközi autósztráda, illetve a vasút, tehát mind belföldi, mind külföldi megközelíthetősége rendkívüli. Milliárdos vízügyi fejlesztések zajlottak a térségben, melyek még szebbé és kiránduló barátabbá tették a vízpartokat. Erről már a regionális vízügyi igazgató beszélt híradónknak. A belterületi szakaszoknak a rendezése mellett elsősorban az ökológiai állapotoknak a megőrzése volt a célunk, és azt gondolom, hogy a Mosoni Dunán vizitúrával végig vonuló emberek nagyon jól láthatják, hogy milyen eredményei vannak ennek, hiszen sziget mellékágaknak a megőrzése érdekében rehabilitációs munkákat, kotrási munkákat végeztünk, vizes élőhelyeket rehabilitáltunk, holtágokat rehabilitáltunk, és ahol az ökológiai hatóság nem volt biztosított, pedig hallépcsők épültek. A megye igazi horgászparadicsom csak ezt a lehetőséget korábban nem sikerült maradéktalanul kiaknázni. A közeljövő egyik fő feladata, hogy megfelelő marketing tevékenységgel felhívják a pecások figyelmét, nem érdemes máshová menni annak, aki szép környezetben szeretne hódolni szenvedélyének. Nagyon jó hír, hogy nagy tömegeket vonz a horgászat, most már közel 16 ezer horgász van a megyében, úgy látjuk, hogy tovább bővül a horgászok létszáma, és ugye reményeink szerint az új hallgazdálkodási törvény kapcsán a horgászok hatalmas lehetőséget kapnak. A horgásztársadalom számára óriási lehetőség az, hogy a törvény alapvetése szerint a horgászturizmus és a horgászat elsőbséget élvez, és reményeink szerint a jövő évtől kezdődően a természetes vizek horgászkezelésbe fognak kerülni. Szakemberek szerint, ha a kidolgozott határon átnyúló és megyei programok támogatást nyernek, és a marketing kampány is sikeres lesz, akkor még 2020 előtt a megyei vizek Közép-Európa egyik legnépszerűbb vízi turista és horgászparadicsomává válhatnak.